Gyere! A kutyaiskolában nem csak az alapengedelmességi feladatokat sajátítják el a kutyusok, illetve tanulják meg a gazdák, hogy vajon hogyan kell ezt csinálni, hanem még jól szocializáltá is válhatnak. Tartsatok velünk, a Kisfályi Kutyasuliban jártunk. A Kisfályi Kutyaiskolában Csikai Gyula bronzkoszorús mesterkiképző hasznos tanácsokkal látja el az okosodni vágyó gazdikat, sőt még keresztkérdéseket is feltesz. Hogyha a kutyája verekszik véletlenül a közterületen, vagy bárhol, akkor milyen eljárás az, hogy a kutyát hogy fogja meg, hogy ne verekedjen tovább? Erre kérlek egy választ. Ha gombban ráordítok valami élesen, vagy... Ez nem segítség, az a segítség, ha a hátsó lábát megfogjuk a kutyának, és tartjuk, és amikor újat akar fogni, akkor mindig elenged a kutya, és akkor már egymást el is bírtuk venni a kutyát. A kutyát húzni nem szabad verekedés közben, mert lehet, hogy egy 10 dekát hoz a szájával. Vagy lefejti a nyakár úgy a bőrt. És ez bizony nem tréfa, mert előfordulhat, hogy kutyusunk összeugrik egy másikkal, és ilyenkor jó, ha tudjuk, mit kell tenni. Itten tartani kell addig a kutyát, még egy új fogást nem akar képezni. És a lábát mindig fölfelé emelem, és akkor ugyebár az egyensúlyból kiesik a kutya, és akkor már meg van ijedve, és akkor elenged a másik kutyát. Úgyhogy itt a magos ordítás, meg a sapkolódás pórázza, meg üssed, meg fogja a fejét, nem lehet, azért, mert a kutya saját gazdáját is meg tudja harapni, ha köze vagyok hozzá. De a kutya akkor nem figyel, hogy itt harap meg, hogy mi van, hogy van. Ő most harcol, ami csak közeliben van, mindenkit elkap. Úgyhogy azért nem szabad a fej közmenni, hanem azért találtuk ki, vagy találták ki régen, hogy mindig a lábát kell hátulról megfogni a kutyát. A suli szünetében beszélgettünk Gyula bácsival, itt minden hétvégén róják a köröket a gazdik és kutyusaik azért, hogy minél kezesebb kedvencek legyenek. Nekünk ez az első alkalom, ma kezdtük, hogy miért most nem tudom, mert van két nagyobb 7 éves is, nem tudom, mopszokba szerettem bele pici babak, nem pici babak, pici iskolás korom óta mopszot szeretnék, és végül nem tudom, őket választottuk, ő lett. És ő mennyi idős? Ő 7 hónapos. És mit veszel észre rajta, hogy így az első alkalommal mit látsz? Nagyon makacs, el van kényeztetve, és fél a nagy kutyáktól. Olyanokat, amiket alapból tudnak, például ülni már tud 2-3 hónapos kora óta, itt most az sem megy neki még, mert zavarják a kutyák, de nagyon ügyes volt, tehát egy fél óra után fölengedett, séta is alakulgat, az ülés is ment egy idő után, talán bele fog jönni. És mondd, úgy horkol, mint az ágyú? Hát a két nagy az jobban horkol, ő még annyira nem, de fog. Dobermann egy német típusú kutyus, elég mozgékony kutyáról van szó, borzasztó hiperaktív mondjuk az enyém, de a többi faj is igen, nagyon jól kezelhető, nehezebben tanulnak, és 4-szer annyi foglalkozás kell velük alkalmazni, mint a többi kutyussal, de amit megtanulnak, az bennük marad, és alkalmazzák is bármikor, bármilyen helyzetben. Mióta jár a kutyának? 3 éve járunk. És mi a tapasztalat? Kell ez a kutyának? Nagyon kell neki, szófogadóbb, tudom kezelni utcán, akár egy sétáltatásnál, nem berekszik össze kutyusokkal. Mikor elkezdtünk ide járni, akkor igazából azt az erős ösztönét alkalmazta, és itt sikerült kinevelni belőle, úgyhogy bármikor tudok vele sétálni. Hogyha szabadon van itt az iskolában, ügyelnem kell azért rá, hogy erősebb kankutyákkal ne kerüljön össze, szájkosárral, vezényszóval ott van mellettem, és tudom kezelni, és nem szokott gond lenni vele. Tavaly augusztus óta járunk vele, nem az első kutyám, tehát nem is először vagyunk itt, úgyhogy jó. Mi szeretünk ide járni. Miért tartja szükségesnek a kutyát? Sokkal neveltebbek a kutyák, illetve rengeteg problémával küzdő kutya van itt, aki sokat, nagyon sokat javul rövid idő alatt. Például neki mi a problémája, vagy volt a probléma? Egyszerűen ki akartunk jönni vele, tehát én majd szeretnék vele vizsgázni, ez a cél. Milyen vizsga? BH vizsga az első, kísérő vizsga. Igen. Utána lehet engedelmességi vizsga, IPO 1-es, tehát ezek a fokozatok úgymond. És most hol tart?
most még a fölkészülési fázisba. Tehát pontosítani kell, fegyelmezni kell, még itt tartunk. Gyakorkészséget bemutatunk, mindenki figyelje, miről van szó. Ebben egy fegyelmező gyakorlat van az aportkészségben. Eldobott tárgy megállítása után küldöm a kutyát, ez is egy parancs a kutyának, azonnal nem szaladhat. Csatolás, kis ujjammal fogom a nyakszíjat, aport küldés, dobás, megállt a tárgy, megállt küldés, aport, úgy, behívás. Hozzám! Behívás. Hozzám. Hát nem a legszabályosabb, de legalább idehozza a gazdának. Lapot, csatolás, ül, feküdj.